Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek, Samstag, szombat, Sonntag, vasárnap. Először megnézzük, hogy mi történik pénteken. Itt van az életút, vagy a te utad, vagy az övé. És itt az útban megjelenik ez a hegy. Ez utalhat egy hegyvidékre is, egy kirándulás a hegyekbe például. De ez a hegy jelenti az akadályokat is. Ő akadályokba ütközik, vagy nálad vannak problémák, ami úgy nyomaszt téged. Itt a kutya jelenthet háziállatokat is, lehet, hogy ezen a területen vannak most gondok, de a kutya jelenti a barátokat is. Mivel itt megjelenik az akadály, az lehet, hogy valaki nem becsületes, a környezetedben vannak nehézségek, félreértések, akadályok. Persze, azt is jelenthetik a képek, hogy itt vannak problémák, valami blokkol téged vagy őt, és a barátok segítenek, hiszen itt látható a levegő eleme, a könnyűség, a mozgás, itt megoldódnak a nehézségek, és ez a kártya jelenti a kommunikációt is. Szombat. Itt vannak az események. Ez a koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet is, aminek lesz itt egy jó kimenetele. A koporsó jelenti azt is, hogy valamit le kellene zárni. A múltat, vagy bizonyos kapcsolatokat, és ezáltal vannak itt új lehetőségek, ami szerencsét hoz. A koporsó utal a régi időszakra is. Lehet, hogy valaki gondol rád a múltból, ír neked, lesz újra kapcsolat, és a csillagok hozzák a szerencsét. A csillagok azt is jelentik, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen vagyunk, ahogy ez a csillagokban meg van írva. Vasárnap itt látható, itt kinyílik egy kapu. Ezek a lehetőségek. Itt ez a kert utal a kertre, vagy a kerti munkára is, de szimbolizálja a nyilvánosságot, hogy találkozol valakivel, vagy mások észrevesznek téged. Kell a biztonság érzete, ahol le tudtok gyökerezni. Ez lehet a párkapcsolat, vagy a család, vagy a munkahely, vagy biztonság az anyagiakat illetően. Itt lesz növekvés, és lesz termés is, de azért még légy kicsit türelmes. A fának is időre van szüksége ahhoz, mire gyümölcsöt hoz. Itt folyamodnak az események, kitisztul valami, rendeződnek a dolgok, és a fa jelentheti a gyógyító erőt is. És ez volt a hétvégi jóslásom. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!